Üdvözöllek, itt Ujjai Szabó Zoárd. A mai nap azt nézzük meg, hogy milyen hatásai vannak a kijelzőkből, a monitorokból a szemünkbe kiáramló kék fénynek, és hogy mit érdemes tenni azért, hogy elkerüljük a negatív hatásait. Napjainkban egyre több forrásból áramlik a szemünkbe a kijelzők kék fénye, a számítógép monitorok, a mobiltelefonok, a laptopok, a tabletek, de a ledekből is jön a kék fény. A készülékekből kiáramló kék fény először is felborítja a cirkadián ritmusnak nevezett biológiai óránkat, és ezen belül az alvásunkra van negatív hatással. A kék fény ébrenlétet okoz, visszafogja a melatonin hormon termelődését, ami ugye azért felel, hogy gyorsabban elaludjunk és hogy jól aludjunk. Ezért van az, hogyha lefekvés előtt mobiltelefonozol, vagy számítógépezel, nehezebben tudsz elaludni. Ha sokáig rosszul alszol, nem alszol eleget, az kihatással lesz az egészségedre is, mivel a tested nem tud regenerálódni, nem tud megszabadulni a mérgektől, és a hormonok egyensúlya is felborul. Számos hormon működésében bezavarhat a kék fénynek való kitettség, pláne lefekvés előtt. Például megnövelheti a kortizol stressz hormon szintjét éjszaka során, ami nem túl előnyös a pihenésünk szempontjából. Visszafoghatja az AMSH-nak nevezett hormon termelődését is, melynek alacsony szintje súlygyarapodást és gyulladásokat okozhat. Több kutatás is rávilágított már arra, hogy a kékfény hozzájárul a gyorsabb elhízáshoz. A kékfényt összefüggésbe hozták a cukorbetegséggel is, ugye az inzulin is egy hormon, elsősorban amiatt, mert hatással lehet a cukoranyag cserére. Vannak olyan kutatások, amelyek összefüggésbe hozták a retina károsodásával és a makuladegeneráció betegséggel is, ami ugye a látás élesség csökkenésével, illetve a gyengén látással jár. A kékfény a gyerekekre még veszélyesebb lehet, mivel testük még fejlődésben van, tehát esetükben még jobban célszerű odafigyelni arra, hogy minél kevesebb ideig legyenek a készülékek közelében. Nézzük most meg azt az 5 lépést, ami segíthet abban, hogy csökkentsük a kék fény negatív hatásait hosszú távon. Az első és legfontosabb lépés, hogyha például számítógép előtt dolgozol, vagy bármilyen más okból egész nap egy kisebb vagy egy nagyobb kijelzőt nézel, hogy rendszeresen tarts szünetet. A szünet tartása azért fontos, hogy a szemünknek legyen ideje regenerálódni, hogy a szemeknél lévő izmok lazulni, pihenni tudjanak, hogy ne legyenek állandó feszülésbe. Fontos a kijelzőkön a fényerőt és a kontrasztot is az ideális szintre állítani, illetve vannak olyan applikációk, amelyek segítenek lecsökkenteni a kék fényt a kijelzőkön, és a Windows 10-ben is tudod már állítani a kék fényt. A második lehetőség, ami segíthet, az a megfelelő szemüveg használata. Vannak olyan szemüvegek, amelyek képesek blokkolni a kék fényt, illetve lehet a szemüvegekre tenni tükröződésmentes felületet is, illetve a technológiák fejlődésével évről évre jelennek meg újabb, hatékonyabb megoldások. Tehát célszerű követni őket és cserélni gyakrabban a szemüveget, pláne akkor, ha a nap nagy részében ugye kijelzőt bámulsz, mert mondjuk ez a munkád. A harmadik segítséget a táplálkozásunkban találjuk. Nagyon fontos, hogy megemeljük a táplálkozásunkban azokat az ételeket, amelyek fel tudják gyorsítani a szemünk regenerálódását és segítenek kivédeni a szemben keletkező szabadgyökök negatív hatásait. 5 ilyen ételt, illetve étrendkiegészítőt említenék meg. Az első a fekete áfonya, amiből gyümölcslevet, illetve kivonott kapszulát is fogyaszthatsz, és elsősorban a benne lévő antocian vegyületek azok, amelyek csökkenteni tudják a szemeknél lévő erekben a gyulladásokat. A második a fekete ribizli, amely hasonlóan tudja támogatni a szemeidet, mint a fekete áfonya, csak ugye belőle nem igazán kaphatók étrendkiegészítők, gyümölcslevek, ezért inkább csak nyáron tudod nyersen fogyasztani. A harmadik a goji bogyóból készült gyümölcslé, mivel a legjobb karotinoid forrás, és van benne lutein és zeaxantin is. A negyedik a magas C-vitamin tartalmú természetes ételek bevitele, mint amilyen a homoktövis vagy a kamu-kamu. És az ötödik a krillolaj, ami egyrészt azért jó, mert a benne lévő omega-3 zsírsavak is jót tesznek a szemnek, másrészt meg van benne astaxantin is, ami a halolajban ugye nincsen benne. Az astaxantin is egy karotinoid féle, ami jótékonyan fel tud halmozódni a szemekben, és ott hosszabb ideig képes védelmet adni a szabadgyökökkel szemben.
Tehát érdemes ezekből bevinni minél többet, rendszeresen, naponta, pláne akkor, ha fokozottabban ki van téve a kékfénynek a mindennapok során. A negyedik fontos lépés a kékfényhez kapcsolódó negatív hatások kiküszöböléséhez, az a hormon működés kiegyensúlyozásához kapcsolódik. Az elején említettem, hogy a kékfénynek hatására csökken a testedben a melatonin hormon termelődése, ami azt eredményezi, hogy nem tudsz elaludni, aktívá és izgatottá válsz. Ennek kiküszöböléséhez az első fontos lépés, hogy lefekvés előtt 30 percen már semmiféle kijelzőt ne nézzél. Persze ez ugye sokszor nem sikerül. Lehet melatonin tablettát szedni, ezek főként szopogatós tabletta formában vannak, tehát szájon keresztül szívódnak fel, és este érdemes bevenni a B-komplexet, a magnéziumot, illetve az asfalvandát és a tulsit a gyógynövények közül. Az ötödik és egyben utolsó lépés, hogy a kijelzőből kiáramló kékfénynek a negatív hatásait csökkentsd, azok a szemgyakorlatok. Az első, a szemgolyók körbe-körbe mozgatása, forgatása, illetve nézzél fel, le, jobbra, balra, úgyhogy közben a fejedet nem mozgatod, illetve a szünetet tartasz a munkádban, akkor keres egy távoli pontot és kezd el azt nézni pár percig, tehát fókuszáltasd a szemedet egy távoli pontra. A második a szemmasszázs, csukd be a szemedet és kezd el finoman kívülről masszírozni a szemgolyókat. A harmadik a tudatos pislogás, tehát pislog gyakrabban, mert ettől a szemed benedvesedik, és ez ugyancsak fontos, hogy védd a látásodat a kékfénnyel szemben. A negyedik, negyedik gyakorlat pedig az ujjzoomolás, tedd az ujjadat a szemed elé, és mozgass különböző ütemben és gyorsasággal előre, hátra, jobbra, balra, és ugye kövesd a szemeddel. Én az elején nem tudtam mindezeket a gyakorlatokat a szokásommal tenni, ezért azt csináltam, hogy beállítottam magamnak emlékeztetőket, amelyek felugrottak a telefonon vagy a számítógépen minden órában, tehát ugye figyelmeztettek, pihentesd a szemedet, pislogj, masszírozd meg a szemgolyókat, stb. Összefoglalva tehát az én 5 lépésemet a kékfény negatív hatásainak kiküszöböléséhez, szünettartása minden órában, ha számítógépen dolgozol, a szemek védelme szemüveggel, fekete elfonya, fekete ribézli, goji bogyó, C-vitamin és krillolajpótlás, a hormonok kiegyensúlyozása lefekvés előtt, hogy ne befolyásolja a kékfény az alvást, és az ötödik a szemgyakorlatok. Remélem érdekesnek találtad ezt a videót, és tudtam vele neked segíteni. Ha keresel valamilyen terméket, jobb oldalt felül megtalálod a webshopom linkjét, nézz körbe ott is. Ha vannak személyes kérdéseid, írd meg nekem e-mailben, és ha szeretnél értesülni a következő hasonló videókról, ne felejts el feliratkozni, ha még nem tetted meg. Találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!